Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke szemleutat tett a keleti harctéren küzdő magyar csapatoknál. Útja a bolsevisták által romba döntött Kijeven vezetett át. A vezérkar főnöke meglátogatja a kijevi tábori kórházban fekvő sebesülteket és meghallgatja kívánságaikat. A kijevi hősi temetőben koszorút helyezett az elesett bajtársak sírjára. Honvéd vezérkar főnöke a harcoló csapatoknál. Szeretett csomagok kiosztása a harcoló katonák között. Az egymás mellett különösen vitézül küzdő magyar és német bajtársak a Honvéd vezérkar főnöke kezéből vették át kitüntetéseiket. Szemleútja végeztével Vitéz Szombathelyi vezérezredes buzdító szavakat intézett a harcoló honvédekhez. A magyar nemzetben mindig megvolt az értékelése a vitézségnek, a bátorságnak, a hősiességnek és a helytállásnak, a katonai kitartásnak. Éppen ennek a meggyőződésünknek köszönhetjük azt, hogy 1000 év óta fönnmaradtunk, és máma is itt állunk, messze távol a hazától, és harcolunk a magyar nemzetért, a magyar nemzetnek a hitért, a magyar nemzetnek a szabadságáért és a függetlenségért egy jó Istentől elrugaszkodott ellenség ellen.